Dr. Veres Endre bátori István harca rettenetes Ivánnal 1937. István király már a megyesi hitlevélben esküvel fogadta és koronázásakor megismételte, hogy visszaszerzi Livóniát és mindazokat a tartományokat, amelyek háború és ármány következtében idegen kézre jutottak, hogy őket újra Lengyelországhoz csatolja. Ennek ideje most, hogy az engedetlen Dancka városával leszámolt, el is jött. Annyival inkább, mert mi alatt a danckaiakkal hadakozott, Iván Muszka cár fogadalma ellen betört Livóniába, és azt iszonyatos módon elpusztítá. Ezt azzal az ürügyjel tette, hogy egy észtországi felkelést leverjen. Hadüzenet nélkül indította meg a hadjáratot, melynek részletei igazolták rettenetes melléknevét de tanulságos-e hadjárat azért is, mert a megtámadott tartomány lakossága rettenthetetlen bátorságáról és hazaszeretetéről oly ragyogó példákat nyújt, amelyek majdnem páratlanok a történelemben. Iván Vasiljevics kegyetlenségéről a világ kereskedő árusok meg a vásáron árult alkalmi nyomtatványok szorványos előadásaiból értesült. Hiszen példátlan volt, ahogyan saját birodalmában a hatalmas novgorod lakóit függetlenségi mozgalmaik miatt büntette. Ezrével mészároltatta le. Hogy papok, bojárok, asszonyok és előkelők, gazdagok soraiban micsoda öldöklést végzett állandóan, arról mindenki tudott még Lengyelországban is. De a szomorú az volt benne, hogy ebben a balti tartományoknak is meg kellett ismerkedniük. Micsoda új neme a büntetésnek volt például, hogy midőn a cár 1572-ben Estlandra támadván Weiszenburg várát bevette, hős védőjét, Hans Böje kapitányt nyárson süttette meg, a kezére jutott svéd és észt katonákat pedig válogatott kegyetlenkedéssel ölette meg. Ide négy esztendő múlva újra eljött, miután a Livóniai Pernau városát feldulta, s most négy várat foglalt el, köztük Hapsalt amely svéd fennhatóság alatt állott. A következő év elején a muszkák Reval városáig nyomultak fel, melynek polgársága hét évig védelmezte a város falait az 50 ezer főnyi csapat ostromával szemben, oly bátran és ügyesen, hogy míg a svéd őrségnek csupán 110 halottja volt, az oroszok vesztesége a 4000-et is meghaladta. Ez annyira felbőszíté a cárt, hogy személyesen állt egy új had élére ám az emberek nagy csodálkozására most a lengyel Livóniára vetette magát, tudván jól, hogy István királyt danckai hadjárat a foglalja el. Így azt könnyűszerrel meghódítá, kivéve Rigát, amelyel nem boldogult. Amerre elhaladt, vér és gyilok jelölte útját, és egekig érő átkozódás kísérte lépteit. Legjobban kegyetlenkedett Asseradenben, ahol az öreg marsalt Münster Gáspárt elfogván, előbb szemeit kitolatta, aztán halára korbácsoltatta. Másokat felnégyeltetett és karóba húzatott. Tán legborzasztóbb volt azonban, midőn a város egyik kertjében negyven serdülő leányt dobott katonái karjaiba, s négy órán keresztül hallatszott át irtózatos jajgatásuk a Zvina egyik partjáról a másikra. Kokenhausenben 50 férfit megöletett, de megkegyelmezett a város nótáriusának, hogy az elmondhassa urának, Magnus hercegnek, ami történt. A megkínzottak közt volt a város lelkésze is. Evvel a cár az utcán találkozván megszólítá. Mit tanít az híveidnek? Amit Szent Pál és Luther, felelé a pap kalap levéve. Erre a cár végigvágott rajta ostorával, ezt mondván neki. Menj a pokolba Szent Pállal és Lutherrel egyetemben. Augusztus utolsó napján Iván Venden városát foglalta el úgy, mintha ördögök támadták volna meg. Az egykorú krónikás szavai szerint embereket kínoztak, egy papnak kitépték a nyelvét, másokat végig korbácsoltak, s azután nyárson sütötték parázson a piacon. Asszonyokat és leányokat gyaláztak meg, még a templomokból is kiráncigálva őket, ahova menekültek. Abban a reményben, hogy kiengeszteli a cárt, Magnus fejedelem 23 társával elébe ment kegyelemért. Ezt meg is ígérte neki, miután előbb mindennek leszitta, hűtlennek nevezvén, amiért annyival inkább neheztelt, hogy unokahugát adta volt neki pár éve feleségül. A kért kegyelmet a cár meg is adta, de akkor hirtelen valami lövés dördült el közelében, mire kijelenti, hogy a város egész lakosságát megöleti. Ekkor Magnuszt társaival egy rideg fürdőszobába záratta, és ott kényszeríté aláírni azt a kötelezvényt, hogy jövő karácsonyig 40 ezer forintot fizet neki. Miután a lakosság lemészárlása csak ugyan megkezdődött, végső elkeseredésében a nemesség a várkastélyba vonult családostól, gyerekestől, a cselédség és alárendeltek kíséretében. Magukkal vitték élelmiszerkészletüket is, avval a fogadalommal, hogy addig védelmezik magukat, amíg belőle telik. Ruhájuk alatt fegyvereiket, puskaporukat is becipelték. Mindez titokban ment végbe, papjaik vezetése mellett, kiknek prédikációja és Zsoltár éneke tartotta, amint egy háromszáz főnyi elszánt csapatban a lelket. E csapat férfiai az ablakokból lövésekkel gyengítették az oroszok ostromát, mely alatt közülük elég sokan estek el. Négy napi ostrom után a kastély falai azonban már annyira meggyöngültek, hogy az ötödik nap reggelén elhatározták, hogy levegőbe röpítik a közben éjjelenként aláaknázott kastélyt, csak hogy a muszkák kezébe ne jussanak. A papok úrvacsorára gyűjték a híveket a lovakterembe, ám kiderült, hogy nincs boruk, és ezért kijelenték, hogy inkább nem élnek az úr szent vacsorával, sem hogy azt egy szín alatt csupán kenyérrel vegyék, miként azt a közükbe szorult szakhaúi katolikus prépost tanácsolta. Magnus fegedelem komornyikja azonban a pincében véletlenül talált egy átalak bort, s ez megmentette a hívek lelki üdvösségét. A jó Isten megadta a hithű embereknek ezt a gyönyörűséget, s jóformán az utolsó pillanatban, mikor már az oroszok a terem kapuján dörömböltek, az ablakokon meg mind sűrűbben röppentek be a golyók, amelyek a gyermekekben is nagy kárt tettek. Ekkor az elhangzott ének és atyánk után a hívek lelkes vezére, a vitéz Boizman Henrik kinyúlt az egyik ablakon, hogy az előre elkészített gyutacs végét meggyújtsa, s mire a térdenállók imájukat befejezték, a kastély velük a levegőbe röpült. Boizmant a légnyomás az ablakon át éppen a támadók közé röpíté, s bár hősi lelkét köztük kiadta, Iván cár nyársra húzatta. Így jártak azok is, akiket a pincében elbújva találtak, köztük Hinninghausen Gáspár, akit a cár szeme láttára addig korbácsoltak, amíg testéről cafatokban lógott le a hús, és belei is kifordultak. A felrobbantott várkastélyból mindössze két nemes maradt életben, s menekült meg hírmondóul Isten különös végzéséből, miként Péter apostol a fogságból, és Dániel proféta az oroszlán barlangból. Ez volt vége Venden nemességének. Megérdemli, hogy hősi haláluk napját, 1577. szeptember 4-ét, örök emlékezetül idejegyezzük. Így cselekedtek a muszkák Livónia többi 30 városában is, miután Vendenből egy hét múlva elvonultak, annak hírére, hogy a svédek néhány hadihajóval Narva elé érkeztek, és azt lőni kezdték ezért a cár most Rigát sem merte megtámadni, de annál könnyebben bevette Dorpátot, hogy azután télire hazamehessen.